Dr. Seregély Istvánt 1987-ben nevezte ki egréjesekké Szent II. János Pál pápa. 15 évig a Magyar Katolikus Püspöki Kar elnöke volt, létrehozta a Szent István Rádiót, és kezdeményezője volt a Pázmány Péter Katolikus Egyetem megalapításának is. Tevékenységét több kitüntetéssel is elismerték, többek között megkapta a Magyar Köztársasági Érdemérem nagykeresztjét, valamint Eger díszpolgára is lett. 2007-es nyugdíjba vonulása után sem hagyta abba az aktív életet, az elmúlt években kizárólag lelkipásztor volt. A nyugalmazott egréjesek a Főegyházmegyei Papi Szociális Otthonban hunyt el december 31-én. Temetésére több ezren gyűltek össze az Egri Bazilikában. A gyászmisén részt vett a magyar kormány több tagja, köztük Orbán Viktor miniszterelnök. Az elhunyt életútját Erdő Péter bíboros idézte fel. Kiemelte, számtalan templom és egyházintézmény építése vagy átadása fűződött a nevéhez. Fontos volt számára, hogy megépüljenek a templomok azokon a településeken, ahol ezt korábban nem engedélyezték. De segítette személyes támogatásával a Katolikus Egyetem megalapítását, a Miskolci Katolikus Gimnázium létrejöttét, több katolikus intézmény újraindulását is. Szeretettel kísérte a szerzetesség újraéledését. Fontosnak tartotta a tömegtájékoztatás ügyét. A gyászmisén dr. Ternyák Csaba is megemlékezett elődjéről. Amikor közel 12 évvel ezelőtt átadta nekem az egyházmegye kormányzását, tele volt még erővel és lendülettel. Ez a dinamizmus kitartott szinte egészen a végsőkig. Nem lankadt egy percre sem. Tervei voltak, írásaival, könyveivel, rádiós elmélkedéseivel. A város polgármestere Habis László is elbúcsúzott a nyugalmazott egréjesektől. Önmagában az is kijelölte városunk jövőjének irányát, hogy államalapító Szent István királyunk püspökséget alapított itt 1004-ben. Eger városához azóta is hozzátartozik egyházi mi volta. Seregély István az önazonosságunkat, identitásunkat erősítette meg. A rendszerváltás időszakában elmélyült bölcsességgel vezette az egyházmegyét, példát mutatva az itt élőknek, hívőknek és nem hívőknek egyaránt. A 88. életévében elhunyt dr. Seregély István nyugalmazott egréjeseket a bazilika altemplomában helyezték örök nyugalomra. Nyugodjék békében! Amen!